A disznóvágásnak és azon belül a kolbásztöltésnek hatalmas múltja és hagyományai vannak hazánkban. Évszázadokig a paraszti porták, illetve a gazdaságok számára ez elsősorban nem egy rendezvény volt, hanem családok egész téli húskészletét biztosították vele, így elengedhetetlen volt a létfenntartásukhoz. Viszont már akkor is közösségi élménynek minősült, hiszen a rokonok és a szomszédság is aktívan részt vettek ezeken az eseményeken. Azonban hála a hagyományőrzésnek, napjainkban ez a tradíció átalakult egyfajta mulatsággá, ami bár továbbra is munkának minősül, de már sokkal kötetlenebb hangulatban. Ezt viszi tovább évről évre Vonyarcvashegyen a Kolbászoló Fesztivál. Immár 14. alkalommal rendezzük meg a Vonyarcvashegyi kolbászolót. 30 csapat indult a kolbásztöltő versenyen, ami már el is kezdődöttünk itt mögöttünk 10 órakor. Az összes csapat megérkezett, és utána pedig elkezdődik a kolbászok kiosztása, készítése, majd leadják zsűrizésre, és utána pedig kulturális programokkal várjuk a vendégeket. A verseny kezdete előtt egy órával már minden csapat felkészült. Berendezte asztalait, előkészítette eszközeit, kipakolta fűszereit, és minden standnál különféle finomságokkal kínálgatták a látogatókat. De természetesen készen álltak a feldolgozandó disznó megérkezésére is. Hát a mai disznót a Keszhelyi Egyetem mellett véve, tudva levőleg ilyen rendezvényekre csak olyan helyről lehet hozni disznót, ahol állatorvosi ellenőrzés alatt és állatorvosi papírral ellátott állatot lehet feldolgozni. Ez a Keszhelyi Egyetemnek a sertéstelepéről lett hozva, egy 133-134 kilós sertés volt. Természetesen, ahol ennyi komoly munkával előkészített ennivaló van, ott hagyományosan azért ital is akad. Képtelenség ezt a napot elképzelni kedvet és erőt adó folyadék nélkül. Szerencsére a szervezők itt is felkészültek mindenre, gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon szomjan. Természetesen, mint a disznóvágásnak az elengedhetetlen terméke a pálinka. Forralborral készültünk, forró teával, újborral, természetesen folyó és palackos borok is vannak a kínálatunkban. Az előzetes felkészülés után a versenyzők asztalaiknál nekiálltak elkészíteni a termékeiket. Az ízkovácsok csapata évek óta rendszeres résztvevője a versenynek. Mindig saját receptjükkel indulnak. Csapatkapitányuk elmondása szerint sok mindent megtapasztaltak már, egy dolgot kivéve, amit már nagyon szeretnének átélni. Már évről évre járunk ezzel a csapattal ide a Vonyarci kolbásztöltőre. Sikereket is értünk el. Egyszer voltunk második helyezettek, illetve rákövetkező éven, egy évvel később pedig harmadik helyezést értünk el. És ebből kifolyólag, hogy mire számítunk, hát egyetlen egy hely hiányzik, az az első. Természetesen nem vagyunk telhetetlenek, hogyha fogalmazhatok így, de mindenki a szívén belül azt érzi, hogy az első helyezett a legjobb. Mi a részvételért jöttünk, azért, hogy jól érezzük magunkat. Persze, hogyha elsők leszünk, akkor meg még boldogabbak leszünk. A zsűri idén is profi szakemberekből állt össze, akik szigorú szempontok alapján hozták meg döntésüket. Figyelembe vették a kolbászok állagát, a felhasznált hús darálásának módját, a fűszerezést, illetve a tömörségét. De a zsűri elnöke szerint az elkészült finomságok minőségén túl fontosabb eredménye is vannak a versenynek. Amellett, hogy a zsűri elvégzi a munkáját és délután nagyon jó hangulatban eredményt fogunk hirdetni, hozzá kell tennem, hogy az ukrán határról is vannak itt versenyzők, sőt, én úgy tudom, hogy Japánból, Tokióból is, tehát én ennél sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy itt Vonyarcon egy olyan közösségi program, egy olyan egymásra figyelés zajlik egy ilyen kolbásztöltésnél, ahol nem csak az történik, hogy mondjuk egy alföldi, vagy mondjuk egy tiszatói csapatnak a másfajta megközelítését a Dunántúli látja, hanem valós kommunikáció van, együtt vagyunk. A jó hangulatú verseny végén a zsűri az ízkovácsoknak szavazta meg az első díjat, így teljesülhetett egy régóta dédelgetett álom. Egy ilyen rendezvény néha a nagy találkozásokról is szól. A Helikopter Kft. Nevű csapat tagjainak hosszú évek után itt sikerült újra egy teljes napot eltölteniük együtt.
30 év óta nem találkoztam régi mezőgazdasági pilóta barátaimmal, és most ez a nagyszerű alkalom adódott nekünk, ez a lehetőség. Rögtön a képekből majd látni fogjátok, hogy 30 év után találkozunk. Sok-sok emlék fűződik a korábbi dolgainkhoz, és most megpróbálok nekik egy ilyen vidám napot erre a nagyszerű alkalomra összehozni. Remélem, jól fogják érezni magukat. Természetesen a társaság tagjai a régi szép idők emlékére szerettek volna helikopterrel érkezni, de sajnos az időjárási viszonyok ezt nem tették lehetővé. Az idei rendezvény abban a tekintetben is rendhagyó volt, hogy több mint 12 000 kilométer távolságról is érkeztek résztvevők. Tokióból érkeztek japán vendégek, Bonyart Vasegyre a kolbászolóra. A hagyományos disznótor elengedhetetlen szereplője maga a disznó, amely haszonállatként tartva általában nem éli meg az első születésnapját sem. De belegondoltunk-e abba, hogy milyen kort érhetnének meg, ha hagynánk? Van, ahol nagyon szoros kapcsolatban vannak velük a tartók, és most ne a disznóvágást nézzük, ahol évente levágod a disznót, 40 évig is elél egy disznó, sokkal jobban tanítható, mint egy kutya, sokkal okosabb, abszolút lehet háziasítani. Én konkrétan például a Tündérdom című filmnél, amiben Fábri Sándor egy vajdát alakított, ott Zsuzsival, a vaddisznóval találkoztam. Zsuzsi az asztalról minden gond nélkül sört tudott inni. Nagyon-nagyon jól idomíthatóak. Hozzátenném, hogy és nagyon jó házőrző. Tehát volt az Alföldön, volt a tanyavilágban több olyan hely, ahol a disznó házőrzőként, mint egy házi kutya, ugyanúgy ott volt a családdal. 40 évig is elél. Sajnos, vagy nem sajnos, a mai nap főszereplője nem érte meg ezt a szép kort, azonban rengeteg embernek szerzett kulináris örömöt, akik nap végén fogyaszthattak a belőle készült finomságokból. A tradíció természetesen folytatódik, és már előre borítékolható, hogy jövő év novemberében újból kolbászolhatunk Vonyarcvashegyen.